Önök a heti szakaszt Breyer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. És az, hogy ma itt lehetünk, az, hogy itt ma visszaemlékezők vannak, és szinte mindenkinek meg van kutatva a múltja, azok is, akik nem lehetnek itt, az köszönhető két fiatal történésznek, egy csinos hölgynek, aki... Száva Borbála. Klein László, én nem történész, hanem könyvtáros vagyok. Akkor meséljék el nekem, hogy hogy is kezdődött ez. Laci az illetékesebben különösen, mert az ő sok éves kutatása, illetve az ő irányításával történt kutatás az, ami ezt az anyagot összehozta. Én csak a végső stádiumban voltam jelen, amikor összerendeztük nézhetővé vagy kiállíthatóvá ezt az anyagot. De a munka nagy része önkéntes kutatókat dicséri, és őt. Ha jól értettem az egyik emlékezőtől, egyszer itt járt, beírt valamit a könyve, és maga előkerítette őt. Hogy volt ez? Üzenetet hagyott itt az emlékkönyvben, és akkor az alapján internetes fórumokon, a Jedvasem oldalán, Holokauszt emlékközpontban, levéltárban utána néztem a felelhető adatoknak. Ez alapján visszaírtam neki, akkor ő is talált családi archívumban továbbiakat, és így ketten aztán építgettük a családi történetét. Hány család történetét sikerült felkutatni? Alaposan sajnos csak egy 10-12 család egyelőre még, úgyhogy a másik 40-50-60 az még ezután vár kutató munkára. Műsorunkat határon innen és határon túl is látják. Szeretne felhívással fordulni talán a nézőkhöz? Halljuk a felhívást. Hát ha Szentendréről elszármazott, vagy valakinek emléke van szentendrei születésű zsidóról, a háború előtti időszakról, hétköznapi életről, akkor örömmel szívesen veszünk minden fotót vagy emléket, ha eljutatja a Magyar-Izraeli Baráti Társaság Szentendrei Egyesületének a címére, vagy a www.mizbtszentendre.hu oldalon, ha üzenetet hagy nekünk. Mi vezérli önt? Mert vannak régészek, akik a homokba kutatnak egy-egy cserép után, vannak megszállottak, szerintem ön a megszállottak közül való, de mégis mi vezérli? Talán nekem nagyobb kutatási gyakorlatom volt levéltárban, mint a helybeli többieknek, illetve Pesten dolgozom, és ezért szívesen segítettem a levéltári kutatásban. És akkor halljuk a történészt. Itt dolgoztam, én szentendrei vagyok, és itt dolgoztam elég sokáig a Ferenci Múzeumban, a történeti gyűjteményben, és így kerültem kapcsolatba a Miss BT-vel és ennek az egész kiállításnak a kezdeményezőivel. Először még, mint múzeológus kezdtem el segíteni, gyűjtögetni az anyagot a saját gyűjteményemben, aztán pedig később már külsősként. Megszállott önkéntesként? Nem megszállott önkéntesként, azért az túlzás. Próbáltam segíteni elsősorban Laci munkáját, és azt el kell mondanom, hogy nagyon nagy élmény volt együtt dolgozni, mert ritkán találkozik az ember olyan megszállott kutatóval, aki tényleg a szabad idejének nagy részét erre fordítja, és lelkesen lehet vele együttműködni.